Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Szerbia és Románia. Szerbiában a többi európai országtól eltérően jóval hosszabb időszakot foglal magába a téli ünnepkör. A karácsonyi és újévi vásárok is tovább tartanak. A mozgalmas napokat pedig a migránsok megpróbálják javukra fordítani, és minél gyorsabban tovább jutni az országból. Újvidékről tudósítónk Tóth Diana foglalja össze, miként gondoskodnak a karácsonyi vásárokban a biztonságról, és hogy mivel töltik a migránsok ezeket a napokat. Köszöntöm a televízió nézőit az újvidéki jégerdőből, Vajdaság legnagyobb téli rendezvényének helyszínéről. Az itt felállított szabadtéri korcsolyapályán az ünnepi időszakban több ezer ember fordul meg, de országszerte számos hasonló téli programmal készülnek a lakosoknak. És hát fontos kiemelni azt is, hogy Szerbiában az ortodox karácsony napját január 7-ét tartják állami ünnepnek, de a katolikus karácsony előtt már ünnepi hangulatban van az ország. Éppen ezért itt több mint három hetet foglal magába az ünnepkör, ezt az időszakot pedig a migránsok igyekeznek kihasználni. Idézőjelben szólva kiskapunak vélik ezeket a napokat, amikor a hatóságok figyelme többfelé irányul. Minél gyorsabban és észrevétlenül próbálnak keresztül haladni az országon. Ezekben a napokban több munkájuk akad az embercsempészeknek is. Ilyenkor még intenzívebben dolgoznak és szállítják a migránsokat tovább. A karácsonyi és újévi vásárok nagy része két héttel ezelőtt kezdődött Szerbiában, az események megnyitóin több száz, nagyobb városokban pedig több ezer ember vesz részt ezeken a programokon, és minden helyszínen gondoskodnak a biztonságról. Biztonsági őrök felügyelik a környéket, a közelben rendőrök és mentők is vannak. Ez elsősorban a helyi lakosok védelme érdekében szükséges, ha bármilyen rendellenesség, bármilyen incidens történne, akkor időben és gyorsan be tudjanak avatkozni, de olyan városokban, ahol a migránsok nagyobb számban vannak jelen, még nagyobb jelentőséget kapnak ezek a biztonsági intézkedések. Példaként megemlíteném Obrenovácot, ahol az elmúlt időszakban mi is megtapasztaltuk, és többször be is számoltunk róla, hogy tömegesen közlekednek a migránsok az utcákon és a köztereken, autóbuszra vagy taxira igyekeznek, hogy elérjék valamelyik határmenti települést. Ebben a városban, zárt helységben, egy sportközpontban tartják meg az újévi vásárt, amelynek ma délután lesz a megnyitó eseménye. Elsősorban a gyerekeknek készülnek ott is programokkal, éppen ezért éles ellentét, hogy amíg a gyerekek odabent szórakoznak, addig az utcán a migránsok nagy csoportokban sétálnak. Az illegális bevándorlókkal a migráns táborokban egyébként ismertetik az itteni szokásokat és hagyományokat. A közösségi felületeken több olyan videó is terjed, amelyen ünnepi fények, dekoráció és feldíszített karácsonyfa mellett szórakoznak az illegális bevándorlók. Ezeket az eseményeket pedig Németország felé tartó megállójuk Szerbiában címszó alatt teszik közzé a közösségi oldalakon. Szerbiában az év során számos incidens volt már a migránsok és a különböző bűnbandák között. Az északvajdasági területeken folyamatos fegyverropogás jellemezte a környéket, kézigránátok is robbantak. A legutóbbi és a legnagyobb változást kiváltó eset pedig a Horgoson történt lövöldözés, amelyben három migráns halt meg. Ezt követően kezdődtek meg a belügyminisztérium átfogó akciói, a magyar határral szomszédos területeket teljesen megtisztították a migránsoktól, így ott most vélhetően nyugodtabban ünnepelhetnek a lakosok, de az ország más városaiban, ahol továbbra is jelen vannak a migránsok, továbbra is félelem tapasztalható a lakosokban. A
A kolozsvári karácsonyi vásárban a korábbi években megszokott rendőri ellenőrzés van érvényben. Migránsok által elkövetett bűncselekmények eddig nem történtek. A bevándorlók jellemzően nem maradnak sokáig Romániában. Az a céljuk, hogy Nyugat-Európa országaiba utazzanak tovább. A román-magyar határszakaszon viszont a megnövekedett forgalom miatt az ünnepek előtt megnövelték a szolgálatot teljesítők számát. Az ünnepi készültség további részleteiről Magsai Ágnes számol be Kolozsvárról. Köszöntöm a nézőket Kolozsvárról, ahol csodálatos fehér karácsonyunk van, olyan, mint amilyent már évek óta nem láttunk, és természetesen ez a havazás, ez nagy számban kivonza az embereket ide a karácsonyi vásárba is, ahol egyébként is naponta több ezren megfordulnak. Napközben sokan az ünnepekre szánt ajándékok beszerzéséért érkeznek ide a főtérre. A vásárlás mellett ugyanakkor az esti koncertek is igen népszerűek. A helyieket karácsonyi dalokkal várják a fellépők, ezekre pedig a gyerekes családok rendszerint szívesen kilátogatnak. A vásárt azonban karácsony után sem zárják be. A helyiek itt a főtéren várják majd közösen az új évet koncertek kíséretében. A hatósági szolgálat éppen ezért nem maradhat el az ünnepek alatt sem, egy ekkora résztvevő számot vonzó helyszínen. A helyi rendőrség az ünnepek alatt is szolgálatot teljesít a főtérre látogató személyek biztonsága érdekében. A kolozsvári karácsonyi vásárban különben az előző években nem történtek incidensek. Az ide látogatók biztonságban érezhetik magukat a vásárterületén, tehát és zavartalanul élvezhetik, élhetik át a karácsonyra való hangolódás pillanatait. Éppen ezért a hatósági jelenlét sem fokozott, csak általános biztonság fenntartó szolgálatot teljesítenek az itt tartózkodó csendőrök, rendőrök. A városban az afrikai országokból érkezett bevándorlók száma elenyésző. Jellemzően a Bangladesből vagy Sri Lankáról érkezett személyek azok, akik itt maradtak Kolozsváron. A migránsok ellenben, amint megérkeznek Romániába, rövid időn belül tovább is állnak. Arra törekszenek, hogy akár illegális módon is, de mielőbb bejuthassanak a schengeni térségbe. Ezért is el kell mondanom, hogy Magyarország az első számú célpontja az ideérkezett bevándorlóknak. Ezt tekintik ugródeszkának ahhoz, hogy eljuthassanak Nyugat-Európa országaiba. A román-magyar határátkelőkön azonban természetesen nem állt le az ellenőrzés, sőt az ünnepek közelettével megnövelték a szolgálatot teljesítő hatóságiak számát. Az átkelő pontokon és a zöld határvonalán is naponta mintegy 3700 hatósági személy teljesített szolgálatot, az ellenőrző pontokon pedig teljes kapacitással dolgoznak a határrendészek. Erre azért van szükség, mert számos romániai lakos dolgozik évközben Nyugat-Európa valamelyik országában, így az ünnepek előtt, valamint után is jelentősen megnő a forgalom a határon. Tavalyi adatok szerint például karácsony előtt 700 ezer személy érkezett haza Romániába, valamint ugyanekkor, mint egy 500 000-an hagyták el az országot a magyar-román határokon keresztül. Egyébként az országból kilépő 500 000 személy közül mintegy 200 ezeren nem európai uniós állampolgárok voltak. A megnövekedett forgalom azonban azzal is járt az elmúlt napokban, hogy jóval több határsértéssel próbálkozó bevándorlót fogtak el a határőrök. A megemelt ellenőrzési kapacitásnak köszönhetően a bevándorlók számításai ellenére a hatóságok nagy forgalom esetén is képesek elfogni a jellemzően teherautók rakterében elrejtőzött személyeket. Karácsony előtt éppen egy ilyen alkalommal több mint 140 határsértőt fogtak el a nagylaki határrendészek.